A gázmérő számlálókat állította át a három jászberényi férfi, akiket a napokban fogtak el a rendőrök 60-ban. Nem csak a gáz, a villanyórák manipulálásával is foglalkoztak. Jelen pillanatban három fő ellen folytatunk büntető lopás, büntet meglapozott gyanúja miatt. Ebből egy fő szabadlábon védekezik, kettő fő előztes letartóztatásban folyik ellen az eljárás, de jelen pillanatban azt is el tudom mondani, hogy a gyanúsítottak köre még biztosan bővülni fog. Azokat a fogyasztókat is keresi a rendőrség, akiknek az óráit átállították a bűnbanda tagjai. A bűncselekmény sorozat 60 és térségét is érinti. Heves, Jász-Nagykun, Pest és Borsod megyében is nyomoznak hasonló ügyben. Ezt a gázlopást a napokban leplezték le 60-ban. Egy csővel kötötték össze a mért vezetéket a méretlennel. De ez csak egy módszer a gázlopásra a sok közül. A felderítések során azt állapítjuk meg, hogy nagyon széles körű az, ahogyan beavatkoznak a mérő működésébe, vagy adott esetben kerülő vezetékkel szabálytalan és méretlenül vételezik a gázt a jellemző elkövetési mód a gázmérő számláló szerkezetének a megbontása és a mérés befolyásolása, a mérés lassításával vagy a számláló szerkezet visszatekerésével, ami ebben az esetben is történt. A tigáznál azt mondják, csak a tavalyi évben 9 milliárd forint kárt okoztak a gáztolvajok. Az ellenőrzési módszerek egyre jobbak, ennek ellenére a gázlopások száma folyamatosan emelkedik. A gázszolgáltató az elmúlt évben 50 ezer ellenőrzést tartott. Ebből 4100 esetben találtak szabálytalanságot, amelyek után eljárás indult. Kiemelném a biztonsági matricát. Többek között ilyen matricákkal védekezik a szolgáltató. Ha megbontják a gázórát, ez a matrica elszakad, és látszanak az órán a szerelés nyomai. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a gázóra megbontása nem csak törvénybe ütköző, de baleset veszélyes is. Az illegális gázfogyasztók pénzbüntetésre is számíthatnak. Jellemzően lakosságügyfélkörben 550-600 ezer forintos kötbérösszeg és eljárási díj kerül megállapításra, amit utána behajtunk a fogyasztóinktól. A gáztolvajok akár tíz év börtönt is kaphatnak.